Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Hiszem, hogy az Úr áldása itt lesz velünk, és hogy épülhetünk Isten igényéből. Nem tudom, hogy hallottátok-e már, hogy létezett egy ember a föld kerekségén, így hívták, hogy Pál. Később ezt a nevet kapta, hogy Pál apostol. Egy nagyon kedves, barátságos, közvetlen, szerető szívű ember volt. Különösen azután, miután megtért, és Jézus Krisztussal személyesen találkozott, de korábban, nem is gondoljátok, egy nagy verekedős fiú volt. Erős fiú volt, ütött, vágott, csípett, haragott, rugott, de legfőképpen a keresztény fiúkat és lányokat üldözte, csípte, rúgta őket, de aztán, amikor a Krisztussal találkozott, ez a jó ember hát teljesen megváltozott. Pál apostol lett belőle, és az egész világon ismerik őt, mert neki sok köszönhető, hogy a keresztény hitet behozta Európába, és hát sokan áldást nyertek ő rajta keresztül. Nem tudom, hogy is érzitek ezt a dolgot, hogy ő ilyen változáson ment keresztül. Lehet, hogy ti is ilyen gyerekek vagytok, mint ő volt, és ti is szeretnétek megváltozni. Hát erre van nagy lehetőség. Pál Isten eszköze lett, és igazságtalanul az ellenséges indulatú emberek börtönbe zárták. Cézáreában volt egy nagy börtön, oda tették be őt, majd aztán, ahogy múlt az idő, mert persze nem egy fél évre csukták be őt, hanem hosszú évekig börtönbe volt, majd végül elszállították őt egy római börtönbe, egy szigorú börtönbe, és hát ott tartották, és a Cézáreából egész Rómáig tartó útról szeretnék veletek beszélni, mert ez egy nagyon érdekes, nagyon kalandos utazás volt. Hajóval vitték el Pál apostolt és fogolytársait, több fogolytársa volt, akit Rómába vittek. Kivitték őket a tengerpartra, ott várta őket a hajó, és be kellett szállni. Pál apostol ott egyedül állt először parton egy római katonához volt ráncolva. Pál apostol egyik kezén ott volt a lánc, egy nagy, erős, csörgő-zörgő lánc volt, és a római katonának a másik kezéhez volt erősítve, nehogy elszökjön. Általában a rabokat ilyen szigorúan őrizték, és tartották fogva. Sajnáljátok Pál apostol, ha ilyeneket mondok róla, hogy igazságtalanul a börtönben volt, és nem tudom, hogy mit is gondoltok róla. Aztán a tengerparton ugye ott voltak a fogolytársak is, megérkeztek, nem csak Pál volt ott, és beszálltak a hajóba egymás után,
és miután megtörtént az utasoknak a beszállása, a rakodó munkások sok mindent még felhelyeztek a hajóra, hát a hosszú útra ugye kellett ellátás, sok zsák búzát vittek a vállukon, aztán elhelyeztek több nagy hordót, amelyben víz volt, aztán öt nagy hordót, amiben vörösbor volt, aztán hajtottak fel juhokat, kecskéket, ugyanis akkor még nem volt frigider, és a levágott húsokat, állathúsokat, hát nem tudták a nagy hőségben hol tárolni, élve vitték el az állatokat, és mindig, amikor kellett az ebédhez, levágtak egyet. És aztán sok mindent vittek, narancsot, banánt, szőlőt, aszalszilvát, fügét, óriási nagy kenyereket vittek, és 50 darab dobostortát. Ugye szeretitek a dobostortát? Aztán elindult a hajó, mindenki ült, nézelődtek, nézték a szép tájat, vidáman beszélgettek, utaztak az emberek, és akkor elővették a finom ennivalót, amit hoztak magukkal az útra, ettek és ittak, és hát volt olyan gyerek, képzeljétek, mert gyerekek is utaztak. Az egyik fiú, Jani, 5 szelet dobostortát megevett. Hát, hogy hova fért el ez a sok torta? Hát ide a hasába. Egy ideig szépen haladtak az úton, a hajó szépen ment a vízen. Pál apostol néhány hívő ember elkísérte, az egyik ismert hívő Lukács doktor, aki a könyvet is írta, aki leírta ezt a történetét, ő is ott volt, meg mások is, és imádkoztak, és kérték az Úr áldását erre az útra, és aztán hangosan énekeltek, dicsőítették Istent, és nagyon jól érezte magát mindenki. Egy váratlan pillanatban azonban egy viharos szél csapott le a tengerre, és a hullámok egész torony magasságba felcsapottak, és a vihar erősödni kezdett. És ez nem csak egy pár percig tartott, nem egy fél óráig, hanem napokig, képzeljétek el, 2 hétig volt ilyen kemény vihar az utazás közben, hogy nem tudtak se előre, se átra mozdulni. És az összes gyertyát elfújta a szél, ami a hajóban volt, a hold is elsötétedett, mert a sötét felhők eltakarták, és több mint 200-an voltak ebben a rettenetes helyzetben. Féltek az emberek. Hát biztos, hogy mi is félnénk egy ilyen helyzetben. Az egyik reszketett, a másik rettegett, a harmadikat szorongást töltött el, és viszolygott, a negyedik pánikolt, majrézott, és hány, az ötödik parázott. A 202. borzongott, és elájul. A 223. pedig írtózott és ordított, félt nagyon. Mindenki kapaszkodott, de hát hiába kapaszkodtak meg az emberek, mert ide-oda imbolygott a hajó, és csúszkáltak, valaki a hátán csúszkált, vagy hasra esett, úgy
csúszkált a hajón, és hát ez egy borzasztó állapot volt. De Pál nem fél. Bár a vihar nagy volt, de a bátorság nagyobb volt a Pál szívében. Isten angyala megjelent neki, és azt mondta, hogy ne félj, Pál, Isten neked ajándékba adta azokat, akik veled utaznak, ami azt jelentette, hogy mindenki életben marad, aki Pállal utazik. 2 hétig egy helyben voltak, vergődtek a viharban. Aztán a vihar nem akart megszűnni, és patakba hullott az eső, havas eső hullott, és legfélelmetesebb dolog, amiről az ember gondolhat, hogy a vihar összetörte a hajót, ezt a nagy hajót, ahol ennyi ember volt, a nagy, erős hajó darabokra hullott szét, az utasok pedig kizuhantak a hajóból bele egyenesen a tengerbe, és hát ijedtük be az emberek, sírtak, jaj, veszékeltek, hogy most mi lesz, meghalunk. Mások nem is tudtak úszni, és féltek, némelyek pedig látták, hogy a hajó darabjai ott úsznak a vízbe, abba kapaszkodtak, és akkor annak a segítségével igyekeztek a part felé. Már nem voltak olyan túl messze a parttól. Sikoltoztak az emberek. Így nagy nehezen haladtak előre. Nagy kegyelem volt az, hogy ezek az emberek elérték a partot. A bűn olyan, mint a vihar, tudjátok. Akadályoz abban, hogy higgyünk, hogy Jézus Krisztushoz, a megváltóhoz közel kerüljünk, hogy megismerjük őt, és hogy az ő szeretetének a körébe kerüljünk. A bűn engedetlenné tesz, és szeretetlenné tesz bennünket. Nem tudsz úszni, azaz nem tudsz hinni, nem tudsz hinni az Úr Jézus Krisztusban? Imádkozz, ha érte, és ad neked hitet. Némelyek vizesen valahogy kimásznak a partra, és amíg kimásznak a partra, már egy nagy tűzrakás volt, a sziget lakók, azok látták ezt a szörnyű dolgot, hogy a hajó elsüllyedt, és az emberek ott fuldokolnak a vízbe, fáznak, remegnek, reszketnek a hidegtől, és akkor ők gyorsan tüzet raktak. Bár Pál apostol az elsők közt volt, aki kiért a partra, és ő is itt a gallyakat, hogy a tűzre dobja, hogy minél többen megszáradjanak. Megszárítsák a ruhájukat, hogy valahogy a hideg téli időben, hogy meg ne fázzanak. A tűz várt mindenki a parton, és Pál is sokat segített ott, és ne felejtsétek el, hogy mindig vár minket a tűz. Isten szeretete olyan, mint a tűz, amit semmiféle láng, vagy vihar, vagy vízáradat nem tudja eloltani. És Istennek a szeretete, a szüleiteknek a szeretete mindig vár titeket, ha diderektek, ha fáztok, ha féltek, ha sírtok, és meglátjátok az életben azt, hogy Isten milyen hatalmas, hogy Krisztus szeret titeket, és hogy érdemes a szívünket neki adni. Higgyetek Istenben, és higgyetek Jézusban, és a ti életetek nagyon boldog lesz.